Szabó Máté, aki 12 dalt énekel, a musicalben 8 éve alakítja trombitás Frédit. Nemrég tudtam meg, hogy ez a jókedvű bohém fickó valójában Benkő László, az Omega billentyűse. Nyilván ugyanazokat a hangokat kell nekem előadni, amit Kóbor János énekelt el néhány évvel ezelőtt, de azt gondolom, hogy vétek lenne megpróbálni hasonlítani rá. Ők egy zenekar voltak, mi pedig egy turné musical színház vagyunk, akik egy musicalt adnak most elő, azzal a főszereplővel, aki trombitás Frédinek hívnak az előadásban, és játszom én, tehát nyilván akarva akaratlan én is benne vagyok, és nekem ebből a Frédiből, ebből a figurából kell a dalokat előadnom, és én igyekszem ezt hozni. Füredi Nikoletta másik főszereplő Kriszta édesanyját alakítja, aki férjével együtt eltűnt lányát keresi a Balatonnál. Úgy érzi, hogy a musical összhatása jó. Meglévő dalok köré íródott ugye egy sztori, és minden dalnak igazából létjogosultsága van ott, ahol elhangzik. Ugye az egyik legikonikusabb dal az enyém, a gyöngyhajú lány, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és itt a dalban egy nagyon drámai szituációban hangzik el. Úgyhogy ez egy nagyon katartikus élmény. Csodálatosak a dallamok, gyakorlatilag az összes sláger, tehát nem is nagyon lehet közülük kiemelni egyet sem. A produkció fontos részét képezi a tánc. A darab tánc koreográfiája megújult, amit Dunaszerdahelyen láthatott először a közönség. Több minden kell ahhoz, hogy egy koreográfia jó legyen. Nyilván az, hogy mozgalmas legyen, tehát hogy ne az legyen, hogy már a néző is kitalálja, hogy mi történik a következő pillanatban, mert az nyilván úgy akkor így ellaposítja a történetet. Táncosoknak is kihívás, több gyakorlást igényelt, egy olyat szerettünk volna alkotni, amely hosszú-hosszú ideig, évekig megy, és évekig szerethető, mind a táncosok, szereplők, mind a nézők szempontjából. A rendezvényen jelen volt a 16 éves Kóbor Léna, aki az Omega 2021. decemberében elhunyt frontemberének lánya. Május 29-én Csepelen Kriszta szerepében debütál a színpadon. Nagyon készül a feladatra, és közben sokat gondol édesapjára. Igazából azt érzem, hogy minden pillanatban itt van velem, és segít nekem a felkészülésben és a próbákban, és úgy gondolom, hogy ő is nagyon örül, hogy pont így kezdem el úgymond a karrieremet, hogy mi azon meg a musicalben vagyok benne, a Gyöngyhajú lány baladájában, úgyhogy igazából remélem, hogy neki is tetszeni fog, és ő is ezt akarná, hogy én vegyem át ugye Kriszta szerepét, úgyhogy remélem, hogy onnan fentről büszke lesz rám.